Sziasztok! Ahogy látni, ma megint a magyar ággal foglalkozunk. Ez nem teljesen így igaz, hiszen amit bemutatok, az bármelyik disztribúción, jelesen bármelyik árs disztribúción működni fog, de egy kis fantáziával ezt, amiről beszélünk, a scriptet át tudjátok írni olyanra, hogy bármelyik disztribúción működjön. Azaz, felraktunk egy i3-as magyarás telepítést. Ahogy én említettem, alaptelepítést csinálok, azaz nem x-elem, nem pipálom be azokat a programokat, amiket legyen szíves a rendszer pluszba felrakni. Én jobban szeretem azt, hogy én utólag egyben rakom fel a programokat. Ez a programfelrakás egy elég unalmas dolog, így én úgy gondoltam, hogy ez érdemes egy scriptet írni. A scriptet bemásoljuk a rendszerünkbe, tehát nyilvánvalóan, hogyha telepítesz, akkor valamilyen adathordozón lesz ez a script, amit te már előre megírtál, és ez nagyon fontos, összekészítettél, átnéztél, ellenőriztél, és csak egyszer kell lefutatni. Egyszer összeállítani és lefutatni, azaz egy telepítő, rendszerbeállító scriptről fogunk beszélni. Hát nézzük is meg, hogyan működik. Ctrl-D-vel megnyitjuk a panelunkat, és beírjuk azt, hogy PC, és a PCFM-et ez van feltelepítve. Ezzel a legkényelmesebb dolgozni. Én már előre a BIN könyvtárba bemásoltam ezt a scriptet, és meg is fogjuk nézni. Fantáziadús nevet kapott Start.sh. Először is nézzünk is bele, mindig nézzünk bele, hiszen fontos, hogy olyan legyen és úgy működjön, ahogy neked kell. Kinagyítom, ez természetesen a Windows F-el megy. Nézzük is meg az elejét. Van egy beállítási eszköz, egy kis script rész, amit mindenki ismer, vagy legalábbis itt-ott meg lehet találni. Ez be fogja neked állítani azt a processzor max számot a telepítő rendszerbe, a megfelelő konfigurációs fájlba, hogy minden magot használjon, gyorsítja a lehetőségeket. De mielőtt elfelejteném, gyorsan lelapozok a leges-leges legaljára, és megnézem, oké. Azt néztem meg, az alapscriptemnél a végén egy reboot, egy újraindítási parancs van, ezt kiszedtem, ahogy látjátok, mert nyilvánvalóan rögzítés közben jobb lenne, hogyha nem indulna újra a gép. Oké. Mi a lényeg? Van egy scriptünk, ami telepíteni fog. Nagyon egyszerű a dolog. Először beállítja a magok számát, ezt nem állította be a rendszer, vagy nem minden rendszer állította be, én ezt bele szoktam tenni. Utána felrakja a reflektor nevű eszközt. Vagy fent van, vagy nincs. Azaz nem követsz el hibád, hogyha te telepítésedbe már ott van a reflektor, ez megnézi a környéken lévő összes olyan tárolóhelyet, le tudja tölteni az árcsnak a repoit, a programjait, és akkor a leggyorsabbat kiválassza. A következő lépés természetesen az, hogy hát megmondom neki, hogy légy szíves körbenézni. Ezt elméletileg nem kell megcsinálni, mert az új reflektorok berakják magukat az időzítős rendszerbe, és ők megnézik időnként. De mivel friss telepítés, nem vagyok benne biztos, hogy az a telepítés, amit csináltam, ezt leellenőrizte és a leggyorsabbat kiválasztotta. Ha biztos vagy benne, én nem kérdeztem meg, hogy megnézi, nem nézi meg, egyébként is teljesen mindegy, univerzális scriptet készítettem, azaz, hogyha esetleg későbbiekben nem magyar árcsot, hanem más szeretnék telepíteni, de árcs alapút, akkor ott is jó legyen, és ne kelljen azt nézegetni, hogy a reflektor megnézi, nem nézi meg a legfrissebb, leggyorsabb, leghatékonyabban elérhető tárolóhelyeket. Oké, tehát ez az első lépés. A következő lépés természetesen az, hogy lefrissítjük a rendszert. Tehát telepítés után azonnal lefrissítjük a rendszert. Miért? Mert hogyha elkezdek programokat felrakosgatni, azok a legfrissebbek lesznek, és igazából a rendszer, ami isót készítettek a disztribútorok, azok lehet, hogy tegnapi, lehet, hogy egy hónapos, de lehet, hogy egy fél éves, attól függ, milyen gyorsan kerülnek ki az isók a tárhelyükre. Tehát lényeg az, hogy egy friss isó kevesebb upgrade-et vár el, és hogyha egy kicsit régebbi, akkor lehet, hogy több. Ezt érdemes lefutatni, hogy a legfrissebb eszközökkel tudjál rögves dolgozni, utána majd megnézzük a többi dolgot, de nyilvánvalóan, hogy haladjunk is, el is indítjuk ezt a scriptet. A script indítása nagyon egyszerű. Én azt mondom, hogy ne rákattintással vagy egyéb,
hanem terminálból indítsd el. Mindenképp terminálból indítsd el ezt a scriptet. Hogyan? Hát a legegyszerűbben úgy jutsz egy terminálhoz, ami ebben a könyvtárban nyílik meg, hogy rábögsz a tools, azaz eszközökre, és ott van olyan, hogy jelenlegi mappa megnyitása a terminálba. Ops, azt írta ki, hogy a terminál program nincs beállítva. Oppá, nagy a balhé? Nem, természetesen a valami nincs beállítva, majd mi be fogjuk állítani, leokézzuk, és beírod a kedvenc és telepített terminálodat. Én beírom, hogy alakrit y, remélem nem ütöttem el semmit, és akkor bezárjuk, és utána megint elindítjuk, és kaptunk egy terminált. Szuper! A terminálba először is kinagyítom, természetesen Windows F-fel, hát az, hogy lássuk jó nagyba, és beírjuk, hogy pont, per, és kap egy tabot, és a Start SH-t kírja. Ez az egy darab van a könyvtárban, így könnyen kiválasztott, hogy mit szeretnénk, és ráütünk. Mit írt ki? Kiírta, hogy a 12 magot felismerte, és bocsi, beírta, ahova kell. Nagyon egyszerű kis script, ott lesz a honlapomon, de szerintem 1000 helyen meg lehet ezt találni. És bekérje a jelszót. Miért kérje be a jelszót? Természetesen azért kérte be a jelszót, mert hát rendszergazdaként kell ezt dolgozni, megadod, hogy mi a jelszavad, begépeled, ha nem gépelted el, akkor elindul a rendszer. Látható, hogy fut a dolog bőszülten, azaz megy a telepítés, a frissítés annélkül, hogy neked valamit kellene csinálni. Oké, amíg ő dolgozik, nem fogjuk végignézni, de te itt üljél két okból, mert a scriptbe valamit elírtál, akár egy vesszőt vagy egy kötőjelet elírtál, abban a pillanatban, amikor odaér a parancs végrehajtásához, le fog állni a script. Odáig tudja telepíteni, módosítani, akármit csinálni, amit kell, amit beleírtál, amíg nincs baj. De ha baj van, akkor bizony ő szólni fog, hogy bocsi, itt valami probléma van, és hát valami beavatkozást kellene tenni, azaz leáll. Értsd azt, hogy leáll. A másik miatt, ami miatt itt kell ülni, ahogy lehet látni, az enyém elég hosszú. A internet sebességem viszonylag nagy, és gyorsan lepörög az ilyen telepítéses dolog, de a végén egy csomó mindent az AUR-ból, tehát a felhasználói tárhelyet biztosító eszközből fogok telepíteni, ahol fordítgatni kell a programnak, nem neked, a program mindent megcsinál, a programokat, amiket fel fogunk telepíteni, és hát az bizony hosszabb idő. Miért problémás ez? Azért, mert a sudo, amit te megadtál jelszót, az lejár. Tehát van egy olyan jelszó lejárati idő, volt róla cikk, hogyan lehet rövidíteni, hosszítani, de teljesen mindegy, van egy alapbeállítás, egyértelmű, szóval lejár, és hogyha lejár, akkor újra be fogja kérni a jelszavadat. Azaz bizony itt kell ülni, és hát nézni, várni, hogy van-e hiba. Ez a van-e hiba, egyszer kell leülni, és egyszer kell végignézni, hiszen hogyha egyszer hiba nélkül lefut a script, akkor a következő telepítésnél ugyanezt, ugyanígy fel tudod használni. Oké, ebből csinálunk kisebb ablakot, természetesen Windows F, a másikból csinálunk nagyobb ablakot, természetesen Windows F. Oké. Tehát ott tartottunk, hogy van egy olyan szekció, hogy megadjuk a magok számát, illetve lekérdeztetjük a magok számát. Ezt gyorsítási szempontból érdemes megcsinálni. A következő rész, amit én extrámba betettem, hogy legyen szíves már megnézni a leggyorsabb repókat, tárhelyeket, és hát onnan dolgozzál már, és ne a központiból, esetleg lassabból, hiszen ez egy nagyon uncsi dolog. A következő rész, amiről beszéltem és meg is csinálta, lekérdezi az összes tárhelynek a legfrissebb adatait, és utána fölfrissíti a már meglévő összes programot, és utána kezd el telepíteni. A telepítési parancs nagyon egyszerű, és hogyha nem ismered, nem tudod, hogy mit jelent, hogy sudo, hát bekérje a jelszót, pacman, na hát ő az, aki dolgozik itt a háttérbe is telepít, s, kötőjel s, ez a telepítés, ne kérdezz rá,
és egyéb kapcsolókat bizony, ha nem ismered, olvasd el az erre vonatkozó leírásokat, vagy esetleg menj fel a blogomba, és nézd meg az alapozásról szóló dolgot. Oké, ha nem ismered, akkor sincs nagy baj, hiszen ezt a sort bemásolt, és mögéje szépen kilistázott az összes olyan programot, amire neked szükséged van, akkor hát nagy hibát nem követhetsz el, de hát azért jobb, hogyha ismered a rendszeredet. Oké, dolgozik, fölírtam, hogy mi kell, szépen sorba. Én azért szeretem általában nem mindenhol, általában egyesével kirogatni a nevet, hogy sudo, pacman, akármi, akármilyen program, és utána megint, már így jobban átlátni, bár beömleszthetnéd egy ilyen, akármilyen hosszú sorba az összeset, de azért maradjunk annyiba, hogy azért egy listából, egy oszlopból könnyebb kiszúrni azt, amit elütöttél. A telepítés megtörténik, és felrakja azokat, amiket kell, és itt van egy furcsa dolog, System Control Enable akármi service. Azért szoktam betenni a ilyen indíts el egy szervizt örökre, tehát aktivizált azt a démont, azt a szervizt, amit kell, mert ehhez tartozó, a printerhez tartozó akármi. Tehát ne feledkezz el ezekről se, hogyha véletlenül olyasmit telepítesz, aminek a démonját, a szervizét, vagy akármiét el kell indítani. Azaz egy ilyen szkriptesített rendszer nem csak arra való, hogy mindegy kis robotka fölpaklásza ugyanazokat a programokat, amiket te fölírogattál sorba gyorsan, és akkor természetesen ennyi. Itt indíthatsz akármilyen szerviz belőle, leállíthatsz, vagy akármilyen egyebeket tudsz tenni. Látható, hogy én már most, bár többször átnéztem, most találtam egy hibát benne, amit majd javítani fogunk. Mi a hiba? Ki veszi észre, hogy itt mi az, ami hibás ebbe? Nem hibás, hanem inkább egy kicsit plusz, nem odavaló, érdektelen, esetleg hát lehetne javítani, a reflektort újra megadtam. Ezt ki kellene majd a végén kommentelni. Tehát, hogyha valami sor kétszer szeretel, vagy ki akarsz venni a scriptből, mert nem akarod telepíteni, vagy ideiglenesen ki akarod venni, elé teszel egy hashtag, kettős keresztet, én most nem teszek elé, de ide mögéje teszek egy ilyen megjegyzést, hogy kivenni. Ez a megjegyzés, hát mivel az elején elindítottuk, oké, dolgozik a script, és akkor, hát bizony, hogyha van olyan, ami például a group mk configot el kell indítani, akkor természetesen nem a legvégén, meg majd megjegyzem, hogy majd, amikor lefutott a script, és készen vagyunk, és szuper, hanem rögtön megcsináltatom vele. Ezt érdemes lepróbálni, kipróbálni egy tesztrendszeren, hogy mi működik-e, és pont működik-e, és nem írtál-e valamit nagyon el, és akkor utána már csak rakosgatni kell. Itt lehet látni, megkérdeztem a magyarácsos srácokat, hogy a jajt, tehát az YAY Our Helpert ő bizony fölrakták-e alapból, hát mondták, hogy jaj, föl van rakva, kivettem azt a sort, ami azt telepíti. Tehát ki tudod venni. Itt megint látok egy olyan kihashtagelt eszköz a jaj telepítésnél, ami tesztfuttatásnál azt írta ki, hogy valami problémája volt. Van, lesz, és nincs függőség, igen, egyéb, azokat kiszoktam hashtagelni, és utána megnézem kézi telepítésnél, hogy mi a probléma. Oké, itt is látok egy olyan gondolatot, ami a System Control-lal kapcsolatos, elindítja a Cron eszközömet, és majdnem rögtön, a Cron-je, tehát a Cron eszköznek a telepítése után, azért majdnem utána, már a Lucky Bakupot, hát rögtön be is írtam a Cron után, hiszen ez biztosítja számomra az a grafikus mentési rendszert, amit már bemutattam és használok, és utána elindítottam a Cront, hiszen hát bizony a mentési rendszert a Cronba szoktuk beírni, ami azt biztosítja, hogy folyamatosan megadott időbe elinduljon, elvégezze és csinálja azt, ha ezt nem indítod el, akkor balhés lesz a dolog. Azaz nem lesz időzített mentésed, és utána szépen be vannak írogatva, amik éppen
ott volt egy elírás, rögtön ki is javítottam, tehát azonnal rögtön kijavítunk, hogyha hibát látunk, és akkor megy, fut a dolog. Tehát szépen telepítünk, nézzük is meg, hogy van-e problémája, hát bizony, ő dolgozik, mivel dolgozik, látni, hogy megy a fordítás, mármint nem magyarról angolra, vagy angolról magyarra, hanem a rendszernek a programjai egy része az AUR-ból forráskodból érkezik, nem kell vele semmit csinálni, letölti a forráskodot, van egy scriptje, nem így hívják, de hívjuk nyugodtan scriptnek, és ő szépen összemókolja neked azt a programot, nem is kell hozzányúlni alapesetben, látható lejárt a jelszavam, megadom, hogy mi a jelszó, és enter, és utána megy, a joplint telepíti, és kinagyítjuk, és magyarázom tovább, illetve bemutatom azt az eszközt, amit készítettünk, és nézzük is meg, mi a további dolog. Felraktuk a Flatpak nevű eszközt, és utána természetesen be is állítottuk, és letöltöttük azt a Kden Live-ot, ami számomra fontos. A következő lépés természetesen az, hogy az SH-val lefuttatunk egy scriptet, mármint egy telepítési dolgot. Bizony mi ez? Ez bizony egy install SH a Robi Russell-nél. O, mi ZSH. Ezt is meg tudod tenni. Tehát nem igazából csak a repókból, tehát a tárolókból tudsz telepíteni, hanem hogyha van olyan eszköz, amit mondjuk a GitHubról, vagy akármilyen ilyen helyekről te leszoktál tölteni, és a leírásban az van, hogy másolj be, vagy is be, hogy SH kötőjel, akármi, a script ezt el fogja végezni, majd klónozzuk egy másik eszközt, az AutoNotifyt, ami az ZSH-nak egy eszközem, ami ki szokta írni nekem, hogyha 3 vagy 10, attól függ, hogyan állítom be, másodpercnél tovább fut egy program, egy script vagy egy parancs, ide szépen kírta, hogy mennyi idő alatt végezt el, tehát jelzi, hogy vége van, és utána elindítja azt, hogy ne a bash, hanem a ZSH legyen shell programom, azaz természetesen elvégzi az összes olyan dolgot, amit nekem kézzel kellett idáig egyesével beírogatni, hogy jaj, kötőjel S, kötőjel no confirm, persze ilyenkor el szoktam ütni, ma a 120. beírásnál, vagy felfele nyilacska és programneve beírásával, hát bizony el szoktam ütni, már belefárad az ember, nem, itt nem fáradsz bele, telepít, ezért jók a scriptek, mert villámgyorsan letelepít neked mindent, elvégez mindent, ami favágó munka, és hiába csinálsz egy listát, egy papíron egy listát, hogy ezeket fel kéne telepíteni, hát bizony ki szokott valami maradni, és az iszonyat bosszantó. Oké, végigfut a script, lefut a script, újraindítom a rendszert, nem csak kilépek és vissza, hanem újraindítom. Miért? Mert hogyha a kernelt frissítettem, az nyilvánvalóan akkor fog frissülni véglegesen, hogyha újraindul a gép, és a másik, hiszen én most a bashról, az alapértelmezett shellről átálltam ZSH-ra. Ha érdekel, hogy mi, akkor olvassátok el a blogomat, vagy nézzetek utána, hogy ez ugyanolyan shell, csak egy kicsit kényelmesen szebb, és egy kicsit csicsásíthatóbb, hát természetesen azt fogom használni. Újraindul a gép, és utána mi a teendő? Az összes konfigurációs fájlodat, amit te módosítottál, vagy módosítani szándékozol, azokat vagy bemásolod, ha készen vannak, nekem készen vannak, és be fogom másolni, vagy pedig beírogatod a konfigurációs fájlokba azt, ami számodra fontos. Ezt is lehetne automatizálni, de én nagyon nem szeretem azt, hogy egy konfigurációs fájlt automatán másol fel egy script, úgyhogy én ne tudjam, hogy az eredetiben mi volt. Vagy módosít egy script, egy konfigurációs fájlt, hogy ne tudjam, hogy az eredetiben mi volt, hiszen múltkor is végignéztük a konfigurációs fájlok egy szűkebb rétegét, és betekintettük, hogy ott milyen változtatásokat csináltak a magyar árcsosok, amit esetleg egy rámásolok, és fölülírom azt a fájt című dologgal, tönkreteszek.
miért érdemes megnézni, ezért éppen a Discord csatornán volt olyan problémája valakinek, hogy nagy lelkesedéssel a saját konfigurációs fájlával felüliratott egy konfigurációs fájt. Hát az nem biztos, hogy, illetve nála 101%, hogy nem tolerálta a rendszer, hiszen nem ismerte annak a konfigurációs fájnak a felépítését, és az adott rendszernél bizony abba a konfigurációs fájba voltak olyan beírások, kellettek volna a rendszerhez, és hát jól megdöglesztette a rendszerét. Hát ez kellemetlen. Így bizony az a legegyszerűbb, ha egyik oldalt, másik oldalt a monitoron megnyitod a téret, meg az eredetit, összehasonlítod, és kézzel beírogatod, bemásolgatod természetesen azt, amire neked szükséged van. Gyakorlatilag ennyi. Ennyit szerettem volna mondani, én nem várom meg azt, hogy lefusson a script, hiszen ahogy lehetett látni, jó hosszú dolgokat, program, csomagokat raktam fel az Aurból, és van, amelyik 10 percig fordítja, mert olyan hosszú, olyan nagy csomag, és azt igazából nem várnám meg, nincs nagy teteje annak, hogy nézelődjünk, hogy hogyan fut lefele a sorok egymás után, totálizgi az elsőnél, de a másodiknál, harmadiknál már csak annyit néz meg az ember, Szent Isten megállt, ja, be kell írni megint a jelszót, miután lefut, utána már beállogathatod a rendszeredet, konfigurálhatod a rendszeredet. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, mindenkinek jó rendszertelepítést kívánok, rövidített verziója, hiszen teljesen személyre szól volt, hogy a Python helyett 3-at fölrakod, vagy nem. Szerintem az emberek 99,9%-ának ez nem kell. Ez egy olyan eszköz, ami a MP3-asnak az ID-tegjeit tudja manipulálni parancsorból és törölni, erre szoktam használni, törölni az eredeti képet és berakni a MP3-asba. Igazából nem mindenkinek kell, azaz csak egy ilyen kis mintát fogok felrakni. Azaz, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, mindenkinek jó telepítést kívánok, és érdemes, higgyétek el, érdemes folyamatosan karbantartani, és utána villámgyorsan lefutatni, körülbelül tizedére csökkent a telepítési program felrakási időm, amióta ezt használom. Köszönöm szépen, sziasztok!